Tisztelt vendégeink, úgy látom már egy pár lány észrevette, hogy a mennyasszonyi csokor eldobása fog következni. Hát érdemes közel jönni, hogyha még vannak hátul is lányok. Kicsit dobják. Nincsenek. Egy ági. Én voltam. Illetve lányok, az lenne a kérésem, hogy egy kicsit közel kellene jönni, mert ott esélyetek nincs elkapni. Szerintem. Viki, szerintem tedd el onnan. És alacsonyan. Valaki melletted balra ráúlik. És alacsonyan. Persze. Halljunk szót, tisztelt vendégeink! Kedves vendégeink, szép fiatal lányok! Én most alázattal ti hozzátok szólok. Mennyasszony testvérünk azt szeretné tudni, hogy az ő példáját ki fogja követni. Amit majd most láttok, az nem egy díszes bokor, hanem egy repülő mennyasszonyi csokor. Ki most ezt elkapja, lesz olyan erénye, hogy nagyon hamar lesz neki vőlegénye. S én, mint a nagy vőfé, abban reménykedem, hogy az ő esküvőit is majd én vezethetem. Nos akkor, hölgyeim, itt a cél, ezzel egy vőlegény is jár, úgyhogy ezt átadom mennyasszonyunk kezébe. Arra kérném a hölgyeket, hogy kapjunk a csokor után, ne adjuk, hogy a földre essen. Szóval, hölgyeim, nagyon jó az alapállás, az ez. Így. Jó, markoljuk meg majd. Jó, és akkor figyelem, visszaszámlálás fog következni. Figyelem. Köszöntjük. 199-98, rövidítsük? 3, 2, 1, repülhet. Megvan már a kiszemelt áldozat? Nincs! Nincs? Hát akkor megadom a névjegykártyámat, ha megveszek, akkor fel lehet keresni. És akkor, kedves vendégeink,